Tavaly 50, idén 100 jegyet biztosított a moziba Flórek Zsolt azoknak a fiataloknak, akik máskülönben nem juthatnának el az intézménybe. A kanizsali vállalkozó úgy fogalmazott, akinek van rá lehetősége, annak szinte már kötelessége segíteni a nélkülözőknek az év minden szakaszában. Kollégámnak és nekem nagyon fontos a mozi, a filmek, a filmélmény. Így kezdte gondolatait Flórek Zsolt a jótékonysági mozizás alkalmával. Másik oldalról meg van egy ilyen személyes véleményünk, hogy mindenki, akinek van egy kicsit több lehetősége, hogy azokon segítsen, akiknek amúgy nincs, annak majd, hogy nem kötelessége segíteni, én ezt így gondolom. Nem csak ilyen frázisokkal dobálva, hogy jó adni, hanem hogy tényleg az ember tetlegesen mutassa meg azt, hogy érdemes másoknak örömet okozni karácsonykor, vagy attól függetlenül egyaránt. Flórek Zsolt már tavaly is támogatta a Covid-járvány miatt nehéz helyzetbe került filmszínháznak. A jótékonysági akcióhoz való csatlakozás viszont szerinte még gyerekcipőben jár. A tendencia javul, de hogyha mindenki ennyit tenne szerintem minden évben, akkor jóval kevesebb nélkülöző lenne élményekben, javakban egyaránt. A vállalkozók a jövőben is folytatják a segítő tevékenységüket.